testvérek, újra itt vagyunk, újra együtt, szeretetben, békességben, tudom, ti és én és mi együtt győzni fogunk, hiszen keresztülünk minden nap álljat. És nemrég nyitottam nektek egy zálogházat, testvér, hé, hogy segíthessek rajtatok, hisz nem teszek más, testvér, hé, csak kiöblítem az agyat, megértem én a gondodat, egy féleképpen lehet zálogos is elmagad. Ha van egy porcelán veled, vagy színezüst étkező, én beveszem a cuccod, hozd el és lemérhető. Kedves ügyfelünk! Ön varázslatos felnőttképzőközpontunk élményfokozó kurzusának oktató videóit láthatja. Projektmenedzsment, azaz hogyan szerezzünk pénzt programjainkhoz. Természetesen. Na most ennek emlékére most készül egy kis emléktábla arról a házról, ahogy történt. És hadd kérdezem én meg önt, hogy ön miért tájékozódik és érdeklődik egy téma iránt olyan mélyen? Mert ez egy annyira tényleg érdekes. Igen. Ne tett a tudományos gyűjtőkori feldolgozó munkát készíteni. Kiadunk egy könyvet. És ismer-e valami szakirodalmat erről a területről? Olvastam. Igen. Mégis egy-két szakember nevét mondani, aki esetleg ezzel a legtöbbet az élettanított. Ja, értem, tehát ön a gyakorlati részét közelíti meg a egy-két felvilágosító könyvet azért főleg kinézse koromban, már csak a kíváncsiságban, meg a fotók korábban voltak ábrák, és akkor néztem. És óvodás korában olvasta a Gólya hozzá című tájékoztató ismeretterjesztőjárat. Mert ugye ez egy egyszerű megismételhetetlen valami volt, és én akkor annak idején, mit tudom, hány éves voltam, tizen, mindegy, eszembe se jutott, hogy ez valami nagy helyen, vagy valami nevezetes helyen. Hanem én csak úgy örültem, hogy végre egyszer hozzájutok, és akkor ott végre. Hát de mert akkor maga a természetes ösztönöd vezérelt, ami pontosan, nagyon fontos volt. Az ifjúság lázába és semmibe éltél, és mit számított akkor értetlen most? Ilyen fölött, ilyen alajendelejön képek van. Ugye? Mikor hanyat megjöttél, és akkor mindig néztem. És a piacon ilyen kis képeket lehetett az alajendelejönről, és amikor megnéztem a fekete tulipánossal. Meg amikor kettős, akkor játszott kettős. Én ezt meg tudlak érteni. Meg amikor a két férfi egy városban volt, már egy kicsit idősebb volt, de dögös. Én ezt meg tudom érteni, mert annak idején nekem is voltak pornoképeim az ágyam fölött. Nem pornó, de tudom, de az ugyanazt az érzést hozta nekem, mint neked alandalom. Portré, nem pornó, portré. Sörhas, mert megérdemlem. Klárika mindig nagyon szép. Ich möchte spritzen, fehlen weiß, edelweiß, Weber, Steiß, der ich liebe, Herr, ich klein, keine Fotze sein. Der Brinkmann, Gucken, Aschen, erwartet Gästen mit Leberkosen, natürlich spielen in Bayern.
A művészet, ennyit tudok mondani, teljesen le vagyok művészve. Látod, hogy rá csodálkozik. Ez ilyen csodavilág, nem tudom, hogy a könyvből látszik, hogy ez egy csodavilág. A hölgy, ahogy készíti a leveleket, ahogy oda passzintja. Jollare. Tehát a piroska és a farkas ötvözve van. Tehát a piroskának a ruhájában van a farkas. Legalább olyan ronda ez a piroska, mint a farkas. Hát a farkas az nem ronda. Kinder tartén schlafen, en junge mädchen, uborgen blasen, was hat sie boilert, Dieter Bohlen. Nagyon szép Numero király, húzz el innen, nekem ne dumálj. Én
atyaisten! És nem vettél... A kovák mérete ez egy hatalmas te! És nem vettél... 26 centin egy kendődik! Az a legkisebb! 26 centin? Az 22? Hát, az nem rossz! Ne leférj! Én sosem próbáltam! Feldobott? Őt figyelj, ne engem, hát őt dobta fel, ne engem nem. Engem nem dobott fel senki. Na! No.